Mai reggelim négy szelet mustármagra borított sonka. Brit sonka. Rajt van a brit zászló, szívvel. Igen. Teljesen rendben van, nagyon fiam, de nem is ez a lényeg igazából, hanem ezt akarom megmutatni, mert ilyet viszont még nem ettem, és nem tudom, hogy milyen lesz. Ez egy germán sajt. Epoisis op. Fogalmam nincs egyébként, hogy mi ez, hogy milyen sajt. Egy ilyen szép kis csomagolásban van. Így. Nem mintha nem volt könnyebb bontható lenne, de fából van a csomorolás viszont. Tök érdekes, fából van a csomorolás. Fa dobozban van, kérem szépen. Ez egy fa doboz. Ez fából van. Sőt, a tetteje is fából van, az oldala már nem, ez a kis peremelt papír, de egyébként fából van. És nagyon szép gusztusos csomorolás. Hú, jó krémes állagú, érzem, hogy puha. Micsoda csomagolás, gyönyörű. Gyönyörű csomagolás van, kérem szépen. Igen. Na de milyen sajt ez? Hú, miért krémes, hogy nyúlik a papírra rá van tapadva? Remélem, hogy nem valami pápusztai féle. Hát, na nézzük. Ez egy tök érdekes sajt, én még ilyet soha nem ettem, még csak hasonlót sem. Állagra igen, de ízre nem. Ez tök érdekes sajt. Furcsa íze van neki. Nem olyan nagyon büdös egyébként. Nem tudom, hát ha valaki ki tudja deríteni ebből a az információból, hogy mi ez, nevéből. De... De nagyon finom. Ez igen. Ez teljesen rendben van. Tök furcsa íze van. Ilyen krémes teljesen. Kicsit nyúlik. De... Csak nem is tudnám hasonlítani az ízét valamihez. Nem is tudnám hasonlítani. Teljesen egyedi ízvilág. Finom, nem, tehát annyira azért van finom, tehát van annyira finom, úgy mondom, hogy máskor is vennék belőle és veszek is, ha látom, mert olyan finom. Nem az a sajt, amit az ember csak egyszer vesz meg. Jó volt kipróbálni, aztán felejtsük el. Ez a csomagolás, ez meg valami zseniális. Hát nem tudom, talán az idősebbek emlékeznek rá, hát az olyan idősek, mint én, legalább olyan idősek, mint én, hogy valamikor Magyarországon a gyufás tatója is fából volt.
Tehát a gyufás statuja is ilyen vékony fából volt, és ilyen, ilyen kétszínű papírral volt összefogva az oldalai, de ilyen vékony fából volt a gyufás statuja. Csak érdekesét kell mondom. És akkor még minden szál meggyulladt. Abban az időben. És 40 fillér volt egy doboz gyufa. Tök érdekes. Nézzük a sonkát. Gratulálok ehhez a nyitáshoz. Ettől tud a ruta megütni egyébként az ilyen nyitási technikáktól. Ettől tud a ruta megütni, mikor a nyitófű leszakad. Szépen néz ki. Sót nem látott, az tény. Na, ez nem az a termék, amit még egyszer veszek. Hiába akármilyen szép sonka, de ízre, hát, mit mondjak? Kívánni valók ott hagymarul után. Mustárban ide vagy oda. Só nélkül. Nem rossz, de jó se. Egyszer meg lehet enni. Egyébként annyi baj, a sajt nagyságrendekkel jobb volt. Na is csak öblítem valamivel, mert olyan száraz, mint állat. Száraz, ízetlen, sótlan. Olyan tipikus brit. Olyan tipikus brit.
van, de azt sem felejtsük el, hogy két-három ember dolgozik az egészen. Tehát itt nincsen úgy, hogy itt a brigádok ellepik a munkaterületet, aztán fele csak lézeng. Ennek a cégnek az összes ember, amelyik itt van, azt mondja, van három ügyvezető, abból mondjuk az egyik a Gigi, aki itt szabad meg, annyi dolgozik. Van egy site manager, és van négy ember. Négy melós ember van, amelyik összesen vannak hatan. Van a site manager, egy művezető, amelyet néha beszáll a melóba, egy másik művezető, a GT, amelyet dolgozik, mint állat, és ez már van még három ember is. Összesen ennek a cégnek hat emberre van itt ez a munkaterületen, ez a nagy érintkezés. Hat ember. És a zsaluzástól, az álványozásig, a betonozásig mindent ők csinálnak. Az a hat ember. Jó, hát ténylegesen csak mondjuk három dolgozik belőle folyamatosan, a hatból. Három vagy négy. Szépen ezt úgy hívják, hogy seklő. Általában építőiparban és vitorlázásban a hajóknál használják. Egy nyitható láncszem, semmi egyéb egyébként. Tehát össze lehet csavarozni, ez a kis zárt láncszem, és egy nyitható láncszem lesz belőle, a kicsavarom. Köteleket ide lehet tenni, másik láncot, összetoldani vele több kötelet, bármit. Ez egy nagyon egyszerű szerkezet. Ennél csak azok egyszerűbbek, akik úgy rakják össze, hogy innét próbálja belehajtani a menetes részt. Na most, először úgy eldobtam a hajamat, amikor úgy láttam ilyet, hogy valaki így próbálkozik, de már megszoktam. Már megszoktam, mert egyszerűen itt az ilyenekhez hozzá kell szokni. Az, hogy egy angol művezető, egy belső építészeti, a belső munkákat csináló művezető így tekeri össze a seklit, így próbálja összetekerni, ez egy beszorodó. Ezen nem akadunk fel. Mert egyébként ez annyira egyértelmű, hogy nem is tudom, hogy ezzel mit nem lehet érteni. Hát nyilvánvaló, hogy a menetes rész itt van, akkor így rakom össze. Nyilvánvaló. Nekem így nyilvánvaló, mert egy normális ember nyilvánvaló, de nem mindenkinek, bármilyen furcsán hangzik, nem mindenkinek. Szóval, mikor én ezt először megláttam, hogy valaki így próbálja összerakni, hát nem is tudom, hát szóval úgy néztem ki a fejem, hogy akkor most ez levegőt venni tud magától, vagy hogy van ez? Mert ilyen nincsen. Tehát egy napi használatban van, ebben ködül fel mindent általában. Nagyon egyszerű szerkezet, ennyi.